Landplan Hotel, jövetmenet, nálunk jókat alhat, ehet. Győr közelében a 81-es főút mellett várjuk vendégeinket. A Gyirmód TV videói a Landplan Hotel támogatásával készülnek. A végén már a győzelemért játszottunk. Sajnos a vége az egy kicsit kapkodóvá vált, kicsit sürgettük a játékot, ott egy kicsit higgadtság kellett volna. De hát ezen a meccsen ez most nem jött össze, de azt gondolom, hogy az első fél idei eredmény után azt mondhatom, hogy örülni kell, illetve siker az X. A csapat mentalitása az a második fél időben extra volt. Hát egy kicsit így csökkentek az esélyeink a harcba, a feljutásért. Minden egyes elhullatott pont után csökkennek, sajnos ez most is így történt, de van még 6 mérkőzés, amíg a matek benne van, akkor hajtani fogunk, de azt gondolom, hogy az ellenfeleinknek is kell a hibázása, hogy mi föl tudjunk kerülni. Itt az imént már említette, hogy ez egy nagy rangadó volt, és én azt gondolom, és szinte biztos vagyok benne, hogy aki látta a meccset is úgy gondolja, hogy egy ehhez méltó iram is volt ezen a találkozón. Mindkét szakvezető tulajdonképpen a győzelemre törekedett, a cserével is ezt bizonyította mindkét vezetőedző. Itt a végén meg kis hián örülhettek is volna, hiszen majdnem megszerezték a győzelmet. Ez mennyire bosszantó így most az öltözőben? Igazából már eltett pár nap bosszantó, sok meccset így visszajátszhatnánk, hogy bosszantó. El kell fejteni, jön a következő mérkőzés, arra kell koncentrálni, egy jó csapathoz megyünk. Hibázási lehetőségeink már nem lehetnek. Ha a céljainkat el akarjuk érni, tehát a következő meccsel foglalkozunk, most már nem kesergünk. Ez pedig a Soroksár elleni mérkőzés lesz. Itt vagyunk hét elején, most érkeznek vissza a játékosok egy kétnapos pihenő után. Hogy készülnek erre az ellenfélre? Azért ez is egy támadó futballt felvállaló együttes lesz. Egy fiók csapat, tehát sok jó feladést a játékos játszik ott. Nekünk a maximumot kell húzni mindig, tehát semmi extra különleges készülés nincs. Próbáljuk elemezni a játékokat, és kitalálni azt, hogy tudjuk legyőzni őket. És hogy néz ki most a csapat, egyébként mindenkire számíthat? Most azért itt, hogyha a támadókat megnézzük, azért van kiből meríteni. Azt gondolom, hogy a héten már Vodjicska és a Herjecki is be tud kapcsolódni, habár a sérülés után azért a lemaradásuk az tetemes volt, de azt gondolom, hogy aki pályára lép, az a legjobb, tehát van lehetőségünk változtatásra. Összeállításunkat támogatta a Landplan Hotel.